Jákob életének egy belső feszültségéről szeretnék beszélni, és szeretném felolvasni először mindenek előtt a 1 Mózes 29-ből a 18. verszaktól a 35-ig Jákob életének egy szakaszát. Tehát olvasom Isten igéjét. Megszerette azért Jákob Ráhelt, és mondta, szolgállak téged 7 esztendeig Ráhelért, a te kisebbik lányodért. És mondta Lábán, jobb neked adnom őt, hogy sem másnak adjam őt, maradj én nálam. Szolgált tehát Jákob Ráhelért 7 esztendeig, és csak néhány napnak tetszett az neki, annyira szerette őt. És mondta Jákob Lábánnak, add meg nekem az én feleségemet, mert az én időm kitelt, hadd menjek be hozzá. És begyűjtötte Lábán annak a helynek minden népét, és szerzett lakodalmat. Este pedig vette az ő lányát, Leát, és bevitte hozzá, aki bement ő hozzá, és Lábán az ő szolgálóját, Zilpát, szolgálóul adta az ő lányának, Leának. És reggelre kelve, íme ez Lea. Mondta azért Lábánnak, mit cselekedtél én velem? Avagy nem Ráhelért szolgáltalak-e én téged? Miért csaltál meg engem? Lábán pedig mondta, nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket odaadják a nagyobbik előtt. Töltsd ki ennek a hetét, azután amaszt is neked adjuk a szolgálatért, amellyel majd szolgálsz nálam még más 7 esztendeig. Jákob tehát aképpen cselekedett, kitöltötte azt a hetet, ez pedig neki adta Ráhelt, az ő lányát feleségül. És adta Lábán az ő lányának, Ráhelnek, az ő szolgálóját, Bilhát, hogy neki szolgálója legyen. És bement Ráhelhez is, és inkább szerette Ráhelt, hogy sem Leát, és szolgált ő nála még más 7 esztendeig. És meglátta az Úr Lea megvetett voltát, és megnyitotta annak a méhét, Ráhel pedig magtalan volt. Fogadott azért Lea az ő méhében, és szült fiat, és nevezte nevét Rubennek, mert azt mondta, meglátta az Úr az én nyomorúságomat, most már szeretni fog engem az én férjem. Aztán ismét teherbe esett, és szült fiat, és mondta, mivel hogy meghallotta az Úr megvetett voltomat, azért adta nekem ezt is, és nevezte a nevét Simeonnak. És megint teherbe esett, és szült fiat, és mondta, most már ragaszkodni fog hozzám az én férjem, mert 3 fiat szültem neki, azért nevezte a nevét Lévinek. És ismét teherbe esett, és fiat szült, és mondta, most már hálákat adok az Úrnak, azért nevezte a nevét Júdának, és megszűnt a szüléstől. Ámen egyelőre eddig, és majd még 2 szakaszt, rövidebb szakaszt szeretnék felolvasni. És Jákob életének egy ellentmondásáról szeretnék beszélni. Nyilván a saját életünk, okulásunk szempontjából, mert a bölcs Salamon azt mondta, hogy ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik, és semmi nincs új dolog a nap alatt. Tehát azok a dolgok, amelyek Jákob életében dolgoztak a mélyben, azok olyan örökkévaló tendenciák és igazságok, amelyek ennyi ezer év elmúltával is hasonlóképpen működnek. Először arra az ellentmondásra, belső feszültségre szeretném a figyelmeteket irányítani, hogy egyik részről nehéz Jákobnál nagyobb embert mondani. Mert amikor az Isten a saját nevét kijelentette,
és nem az örökkévaló létformáját akarta napvilágra hozni a vagyok névben, hogy vagyok, aki vagyok. Tehát, hogy ő az örökkévalóságban egy másik létformában létező lény, hanem az embereknek az irányából, az üdvtörténelemnek az irányából akarta magát megragadhatóvá tenni, hogy meg lehessen őt különböztetni a hamis istenektől, az idegen istenektől, akkor összesen három embernek engedte meg, hogy őt három embernek a nevén keresztül szólítsuk meg, ez pedig az Ábrahám, utána a második az Izsák, a harmadik pedig a Jákob. Én meg nem tudnám nektek mondani, hogy hány milliárd ember létezik ma a Földön, vagy a Föld gyomrában, a pokolban, vagy a mennyben, de nagyon-nagyon sok milliárd ember létezik, csak most a Földön körülbelül 8 milliárd ember él, de az Isten összesen nem több, mint három embernek engedte meg, hogy amikor imádkozunk, vagy például ma reggel is, amikor imádkoztam, akkor úgy szólítsam meg őt, és úgy különböztessem meg őt a hamis idegen istenektől, hogy ő az Ábrahám istene, nem más, és az Izsáknak az istene, meg a Jákobnak az istene, nem más isten. És ez egy, nem tudom, bele tudtok ebbe gondolni, hogy érezni, hogy mekkora a dolog ez, hogy az Isten megengedte e három közül a Jákobnak is azt, hogy ma több ezer évvel ő utána, amikor ő már takarítatott az atyáihoz, és mi meg itt élünk a Földön, és imádkozunk, és megszólítsuk őt, akkor a Jákobnak a nevén keresztül szólítsuk őt meg, és nem úgy szoktunk imádkozni, hogy az Endrének, a Gyulának, a Barnabásnak, meg tudom is énkinek az istene, nem gyöngítve ezzel saját önbecsülésünket, de mégis nem nekünk adta meg ezt az Isten, hanem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. És azért mondtam ezt el, kedves testvérek, mert nagyon-nagyon nehéz dolgom lenne a mai Isten tiszteleten, hogyha nagyobbat kellene mondanom a Jákobnál, mert ő a legnagyobbak között van. És amikor egy legnagyobb Isten emberére gondolunk, egy olyan Isten emberére gondolunk, akinek az Isten, még egyszer mondom, megengedte ezt a privilégiumot, hogy rajta keresztül szólítsuk meg őt, akkor az emberben olyan érzések támadnak, hajlamos az ember azt gondolni, hogy egy ilyen embernek tökéletesnek kellett lenni. Valami olyan magaslatokban volt az élete, valami olyan magaslatokban szárnyalt az élete, hogy ő biztos, hogy nem hibázott, az ő életében nem lehettek olyan terhek, mint a mi életünkben, az ő életének tökéletesnek, perfektnek kellett lenni, mert hát mégiscsak ő neki engedte meg az Isten, hogy róla szólítsuk meg őt. És ennek ellenére, amikor az öreg Jákob 130 évesen ott volt az egyiptomi fáraó előtt, akkor nem azt mondta, hogy fáraó, na akarsz látni egy Isten emberét? Na, az így néz ki. Tehát itt vagyok 130 évesen, meg akarod nézni, hogy hogy néz ki egy igazi Isten embere? Na tessék, én itt vagyok. Perfekt vagyok, azért vagyok Isten embere, mert az egész életem hibátlan volt, az egész sorsom hibátlan volt, minden rendben volt az életemben. Na így néz ki egy Isten embere. De nem ez volt, hanem egy alázatos és egy megtört ember állt az egyiptomi fáraó előtt, és azt gondolom, hogy abban a pillanatban nem jutott eszébe, hogy ma itt most mi például őről a prédikálunk, és nem az játszódott le a fejébe, hogy micsoda nagy Isten embere, hanem egyetlen mondatban foglalta össze a fáraó előtt az egész 130 éves sorsát. Azt mondta, kevesek és nyomorúságosak voltak az én életem esztendeinek napjai. Kevesek és nyomorúságosak voltak, tehát szenvedtem, mint a kutya. Nagyon nehéz életem volt. Isten embere, ide vagy oda, meg hogy mi benne leszek-e a Bibliában, nem tudom, mi lesz ide vagy oda, ezt nem tudom, mit akar az Isten a sorsomból kihozni, ezt én nem tudom. Én egyet tudok, hogy ez a 130 év, ez kemény volt, átmentem rajta, mint a bányaló. Az egész olyan volt, mint egy nagy feladat, amit valahogy lábon kihordtam. És itt vagyok most 130 évesen előtted, igen tisztelt fáraó, és fáradt vagyok, és nehéz életem volt,
és úgy érzem a sorsomat, ha egy mondatba kell összefoglalni, hogy nyomorúságos volt az egész sorsom. És nem tudom, érzitek-e, mert mielőtt belevágok a mondani valomba, ezt az ellentétet szerettem volna kidomborítani, hogy majdnem szétfeszíti egy embernek az életpályáját ez a kettősség. Ez annyira durva, hogy egyik oldalon ott van egy Jákob, nem telik el nap, hogy keresztényeknek a milliói a szájukra vegyék a nevét, és újra meg újra úgy szólítsák meg a Teremtőt, hogy a Ábrahám, Izsák és a Jákob istene, egy nem kis kvalitású ember, és a másik oldalon meg ott van egy ember, akinek a sorsán átment az úthenger. És egy picit azért pörgessük már le így az elején, hogy amikor Jákob ott megtörtén, azt mondta, hogy nagyon nehéz életem volt, és fáradt vagyok, és nyomorúságos volt az életem, akkor mi pergett le az ő lelki szeme előtt, és mi volt az, amit ő úgy érzett, hogy nehéz volt, és nyomorúságos volt, és dicstelen volt. Amire nem számítanánk egy ilyen nagy kalibertől, mint amilyen a Jákob. Hát, csak gondoljatok bele, hogy az első szülött fia, és most ezzel nem a szentelt vizet akarom leszedni a Jákobról, nehogy félreértsetek, mert nem véletlen, hogy az Isten azok dacára, amiket most itt föl fogok sorolni, nem mondta azt, hogy a Jákobot lecserélem, és akkor mostantól már máson keresztül nevezzetek meg, és az azért valamit jelent, hogy az Isten ezt föntartotta, tehát nem a Jákobnak a nagyságát akarom most cinikusan kifigurázni, csak a tárgyszerűség kedvéért azért vegyük számba, kedves testvérek, hogy amikor a Jákob elmondta, hogy nagyon nehéz életem volt, és nyomorúságos volt az életem, akkor lepergett a lelki szemei előtt, hogy az elsőszülött fia elszerette a Bilha nevű ágyasát, és szexuális kapcsolatba lépett a négy felesége közül az egyikkel, a Bilha nevű ágyasával. És az azért elég durva. A második eset, hogy a következő két fia a sorrendben, ugye a Simeon meg a Lévi, gyakorlatilag tömeggyilkosságot és népirtást követtek el, amikor, most mindegy, hogy mi miatt, de a végeredmény az volt, hogy a Sikemnek a lakóit, a férfiakat úgy kiirtották, hogy írmagjuk nem maradt, utána visszamentek, elhozták az összes asszonyt rabságba és fogságba ejtették az összes gyereket, elhozták az összes kutyát, elhozták az összes macskát, a tehenet, a birkákat és mindent. És kedves testvérek, hogyha most ezt áthelyeznénk a mi korunkba, akkor gyakorlatilag a Simeon és a Lévi, és most nem istenkáromlást fogok mondani, a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt népirtással felelősségre lennének vonva. Aztán, hogyha tovább nézzük az életüket, a Júda, és a Messiást úgy nevezzük, hogy a Júda oroszlánya, és a Bibliában egy nagy istenembere és pozitív szereplő, de ez a Júda elment egy prostituálthoz. Az más kérdés, hogy a Támár öltözött be prostituáltnak, és végül is nem prostituált volt a hölgy, de a Júda ezt nem tudta. Tehát a Júda erkölcsi felelőssége szempontjából ő gyakorlatilag egy prostituáltnak gondolta, és egy prostituálthoz elment. És akkor nem beszéltem még arról, hogy a lányát, a szemefényét, az egyszem lányát, a Dinát megerőszakolták. És akkor még nem beszéltem arról a testvérviszályról, aminek eredményeképpen a 10 másik testvér a Józsefet bevágta egy kútba, egy ciszternába, és az már megint az Isten kegyelme meg akarata volt, hogy nem pusztult el, de ez nem a testvéreken múlott. Na most, kedves testvérek, ha ma Jákob a híd gyülekezetébe járna, azt gondolom kizárnánk és kitiltanánk, és nem engednék be a kapusok, mert azért egy ilyen családi történet ezersebből vérzik, és borzasztó dráma, hát én nem tudom, hogy hány pásztorlást kéne csinálni ezzel kapcsolatosan. És amikor a nagy istenembere, a Jákob a fáraó előtt ott volt, és nem azt mondta, hogy na, nézd meg, így néz ki egy Isten embere, hanem ott megtörte, nált 130 évesen, és mondta, köszönöm szépen ezt a nagy dicsőséget, meg minden, de szívesen átadnám másnak, mert nagyon nehéz életem volt, nagyon sokat szenvedtem, akkor a Jákobba ezek zajlottak le.
Ő nem mondta el ezt a rengeteg fájdalmat, amit ez kiváltott a lelkében, és ott volt benne az öreg embernek a lelkében, de ezek mind ott voltak a Jákobban, és erre gondolt, amikor azt mondta, hogy nyomorúságosak voltak az én életemnek a napjai. És azért soroltam ezt föl, kedves testvérek, mert azt a kérdést szeretném föltenni a mai prédikációmban, hogy miért voltak ezek a szenvedések a Jákob életében, miért történhetett ez meg, hogy van ez? Mert nem azt várnánk, hogy szolgáljuk az Urat, letesszük az életünket, az Úrért, Gedeonért minden áldozatot hozunk, és akkor van egy patent, hibátlan életünk. És akkor miért van ez, hogy még ilyen volumenű Isten emberei életébe is ilyen drámák, sorsdrámák történtek? Erre a kérdésre szeretném a választ, illetve azt, hogy az ilyenből hogyan tudjuk magunkat kipásztorolni, vagy másokat kipásztorolni, vagy hogy lehet ezekből kijönni. Az előbb felolvasott igerészben tulajdonképpen a Lea gyermekeinek a nevén keresztül kibomlik az egész problémának a gyökere. Ugye, akik esetleg még nemrég tértetek meg, azoknak összefoglalnám, hogy ez a család, ez úgy nézett ki, hogy Jákobnak ugye volt két felesége, ez az Ószövetségben lehetséges volt, a Lea és a Ráhel, valamint később feleségül vette a Leának és a Ráhelnek a két szolgáját, szolgáló lányát is, a Zilpát és a Bilhát. Tehát ilyen módon négy felesége volt a Lea, a Ráhel, a Bilha és a Zilpa, és ettől a négy feleségétől született neki összesen 12 gyereke, és nem akarlak fárasztani benneteket, de hadd soroljam föl, ha eszembe jut, az sem biztos, hogy eszembe jut, de az először rögtön a Leától született neki sorrendben ez a négy gyereke, akit mondtam, a Ruben, a Simeon, a Lévi és a Júda. Utána Lea megállt a szüléstől, és akkor jöttek a szolgáló lányok, mert a két lány testvér rivalizált egymással, és először az egyik adta a szolgáját feleségül Jákobnak, utána meg a másik, és akkor a Bilhától született a Dán és a Naftali, így már van 6 gyerek, utána a másik szolgálótól, a Zilpától született a Gád és az Áser, ez összesen már mennyi? 4, 6, 8 gyerek, és akkor 8 gyerek után újra beindult a Leánál a szülés, és a Lea megszülte a 9. meg a 10. gyereket, az Izsakárt és a Zebulont. És utána már csak a Dina lány született, meg a Ráheltől a József, meg a Benjamin, de az a lényeg, hogy itt Leánál a Zebulonnál szeretném lezárni ezt a sort, és amikor a Lea megszülte a saját gyerekeit, és neveket adott a saját gyerekeinek, akkor a nevek azok kifejezték a férjével való kapcsolatát és a lelki állapotát. És szeretném egy-egy mondatban felolvasni, hogy milyen magyarázatot, hogyan bontotta ki a névadást, a névnek a jelentéstartalmát Lea, amikor nevet adott a fiainak. Ugye Rubennek a nevét úgy magyarázza, hogy meglátta az Úr az én nyomorúságomat, most már szeretni fog engem az én férjem. Utána, amikor a Simeon megszületett, akkor meg úgy magyarázza a Lea, hogy miért a Simeon nevet adta a fiának, mivel hogy meglátta az Úr az én megvetett voltomat, ezért adta nekem ezt is. A Lévinél, a harmadik fiúnál meg azt mondja, hogy most már ragaszkodni fog hozzám az én férjem, mert 3 fiat szültem neki. Most nem olvasom tovább az egészet, de ebből is látjátok, kedves testvérek, hogy Lea úgy élte át a Jákobbal való
házasságát és házas kapcsolatát, hogy a férje nem szereti őt, és pedálozott, hogy a férjének a szeretetét elnyerje, és az egész élete egy megfelelésről szólt, hogy valahogyan a férje megszeresse, és amikor gyerekeket szült neki, akkor kijön a névadásból ez a megfelelés, ez a vágyakozás, hogy elnyerje a gyerekek szülésén keresztül Jákobnak a megbecsülését, Jákobnak a tiszteletét, Jákobnak a szeretetét. De amikor a mennyből lenézett Isten erre a borzasztó családi lelki állapotra, ennek ellenére, hogy a Lea minden gyereke szülésénél kifejezte a névadásban, hogy talán most már szeretni fog a Jákob, talán most már nem leszek megvetett a Jákob részéről, talán most már ragaszkodni fog hozzám az én férjem, és az Isten látta ezt a nyomorúságot, akkor azt mondja a Biblia, hogy inkább szerette Ráhelt, hogy sem Leát, és meglátta az Úr a Lea megvetett voltát. Tehát kedves testvérek, remélem nem értitek félre, amit most ebben a prédikációban mondani fogok. De szeretnék egy sztereotípiát kicsit összerombolni, amikor felszínesen úgy közelítjük meg a Jákob családjának az életét, hogy van a gonosz 10 gyerek, akik gonoszok meg irigyek, és van a József, aki egy szuper, szuper jó fej, és egy szuper engedelmes Isten embere, és milyen nagy baj, hogy ezt a jó embert, az a gonosz és csúnya és irigy 10 fiú meg akarta ölni, és bedobta a gödörbe. Én azt szeretném nektek mondani, hogy az, hogy ez a sok lázadás ebből a 10 gyerekből kijött, és az, hogy a feleség több mint 20 éven át, úgy lehet kiszámolni, hogy közel 30 éven át nem lakott az ő sátrában a Jákob, hanem a Ráhelnek a sátrában lakott, és a Leának trükközni kellett, hogy egyáltalán meg tudjon neki szülni 6 gyereket, mert legalább 6-szor éljen vele a férje házas életet, mandragóra brugyókkal, meg mindenféle trükkökkel, és 30 éven át egy nem szeretett asszony volt a családban, és 30 éven át egy elvetett és megutált és kiközösített asszony volt, és azok a gyerekek is megvetettek és utáltak voltak, akik nem a Ráheltől születtek. Ez a gyökere annak a rengeteg lázadásnak és rengeteg problémának, ami a Jákobnak az életét szétszette. És nem lehet annyival elintézni a Jákobnak a családi nyomorúságát, meg a többi embernek az életét, hogy a felszínen azt mondjuk, hogy volt egy jó ember, és a többi meg irigy volt és gonosz volt, mert az, hogy ezek a gyerekek gonoszak lettek, szexuális lázadásokba mentek bele, agresszívak lettek, tömeggyilkosságokba mentek bele, stb. Ez egy következménye volt annak, most nagyon röviden összefoglalom, hogy a Jákob Leát nem szerette. Most nehéz ezt kimondani, mert nem tudok nagyobb embert mondani már a Jákobnál, vagy alig tudok nagyobb embert mondani a Jákobnál, és szinte zavarban vagyok, amikor ezt meg kell fogalmaznom, de hogyha betű szerint kiindulok a gyerekek nevéből, meg abból a tényből, amit közöl a Biblia, hogy látta az Isten a Leának a megvetett voltát, meg az, hogy pedálozik, hogy végre már nálam lakjon a férjem, végre már nevessem meg a férjem, talán majd szeretni fog, talán majd ragaszkodni fog a férjem hozzám, és minden egyes gyereknek a neve ezeket az életérzéseket fogalmazta meg, akkor nem tudok más mondani, hanem az a helyzet, kedves testvérek, hogy ott van egy család, fantasztikus elhívással, Istennek az emberével, akinek a nagyságából ezek nem csorbítanak semmit, nem ez az üzenetemnek a célja, de az a tény, a szikár tény, az egyszerű tény, hogy Jákob Leát nem szerette, és Jákob azt a 10 gyereket, akit a Lea, a Bilha és a Zilpa szült neki, nem szerette. És ellenben a Ráhelt szerette, és a Ráheltől született 2 gyerekét, a Józsefet
és a Benjamint szerette. Hát mindannyian ismeritek ezt az igét, ezt most nem írtam ki magamnak, de nem is kell kikeresnetek, de a 37. fejezet elején maga a Biblia mondja ezt, hogy Izrael, vagyis Jákob minden fiánál inkább szerette Józsefet, mivel hogy vénkorában nemzette őt, és cifra ruhát csináltatott neki. Mikor pedig látták az ő bátyai, hogy atyuk minden testvére közt őt szerette legjobban, meggyűlölték őt, és jó szót sem bírtak válaszolni hozzá. Kicsit később meg, a 37.11-ben irigykedtek azért rá a bátyai. Mi sokszor csak annyit értünk meg ebből, hogy a bátyai irigyek voltak. Ennyi be, ennyi, micsoda dolog ez? Hát nem így, a bűn, nem bűn az irigység? Hát hogy mertek irigyek lenni? Hát megvan írva a Bibliában, hogy ne legyél irigy, ne kívánd a fele barátod dolgait. Micsoda csúnya dolog irigynek lenni? Ennyi be, ennyi, ezek irigyek voltak. Meg azt értjük meg, hogy ez a 10 testvér, ezek az antiszociális, agresszív emberek, ezek meggyűlölték a Józsefet, és jó szót sem bírtak hozzászólni. De azt a kérdést miért nem tesszük föl, hogy miért nem bírtak hozzá jó szót szólni, és miért lettek irigyek? Azért, mert a Jákob minden gesztusában azt sugározta, hogy nem vagytok elfogadott és szeretett lények. Most képzeljél el egy olyan családban élni vagy felnőni, ahol vágysz az apádnak az elfogadására, mert hát ő a példaképed, kiskorodban legalábbis még olyan akarsz lenni, mint az apád, amíg nem látod meg a gyöngeségeit, és pedálozol, hogy egy jó szót halljál tőle. És akkor hazajössz az iskolából, és akkor gyomrod görcsben van, hogy mit fog az apád szólni, és akkor mondod neki, hogy képzeld el, papa, hogy ma 4-est kaptam matekból, és várnád, hogy kapjál egy elfogadást, egy elismerést, egy méltánylást, és akkor mondja az apád hogy neked, hogy fiam, nem látod, hogy foci meccset nézek? Ilyen dolgokkal most kell zavarni? És akkor szépen elsúnyogsz, leszegett fejjel, és a jövő héten meg jössz haza, hogy a futóversenyen első lettem, második lettem, apám, mit gondolsz, képzeld el, hogy megdicsért a tanárnéni, és akkor az apád meg elzavar, hogy fiam, ilyen bagatell dolgokkal ne zavarjál, és csak akkor fordít rád az apád figyelmet, amikor véletlenül rontasz. De nem szoktál általában rontani, de mondjuk sikerül valamikor véletlenül rontani, és akkor kapsz egy akkora pofont, hogy a fal adja a másikat, mert akkor rögtön elérted és kivívtad az apádnak a figyelmét. De amikor arról lenne szó, hogy érezzed, hogy valaki megölel, most nem akarok szentimentális lenni, de érezni akarod, hogy egy elfogadott ember vagy, nem egy senkiházi utolsó senkiházi, mint ahogy a Mefibóset mondta a Dávid király előtt, hogy rátekintesz egy ilyen döglött kutyára, egy ilyen holt ebre. Tehát amikor nem azt akarod érezni, hogy egy utolsó senki házi vagy, akinek már nem osztanak lapot, hanem szeretnéd, hogy érezzed, hogy az apád szeret, vagy az anyád szeret, vagy teljesen mindegy, hogy elfogadott ember vagy, és akárhogy pedálozol, akármit csinálsz, akárhány gyereket szül a Lea a Jákobnak, és az egész 30 év arról szól, hogy dicsérjenek már meg egyszer, mondják már egyszer azt, hogy szép a frizurám, vegyenek már egyszer észre, jöjjenek már be egyszer az én sátramba is, akkor így kell élni 30 éven keresztül, hogy azt érzed, hogy van egy gyerek, aki cifraruhát kap, van egy gyerek, akit privilegizál és kitüntetett szeretetben és figyelemben rétesít az apja, és ott van a többi futottak még kategória gyerek. És kedves barátaim, ezek a szívben, a lélekben olyan töréseket, sérelmeket hoznak létre, hogy többféle módon lehet ezt kezelni. Van olyan, akit egyszerűen ez az állapot depresszióba, mert elhagyja magát olyan alkat, depresszióba taszít, és ettől lesznek depressziósak. Van olyan ember, aki megkeményíti magát, és lábon kihordja, egész életében falarccal lábon kihordja, hogy nem érzi magát szeretett lénynek, meg nem is szerették valóságosan is, de belül meg van sebesülve 10-20-30 éven át.
És rányomja ez a sebesülés a bélyegét az emberek felé való bizalmára, a bizalmi viszonyokra, az önbecsülésére, az önértékelésére, és létre tud hozni alkalmatlanságérzéseket, kisebbrendűségi érzéseket, és nem is gondolja az ember, hogy ez onnan a szívnek a mélyéből jön, hogy valaha mélyen átélt egy eldobást, egy kidobást, egy elutasítást, egy szeretetlenséget. És végül van az az ember, akit a szeretet hiány, meg az elfogadás hiánya, meg a megbecsülésnek a hiánya lázadóvá és agresszívvá tesz, ahogy a Jákob családjában is láttuk, mert nem akarom fölmenteni a prostitúciót, meg ezeket a testi bűnöket, de sokszor, amikor testi szerelmet keresnek emberek prostituáltaknál, meg amikor valaki prostituáltá válik, tehát önszántából nem emberrablás miatt, hanem önszántából sokszor a testi szerelemmel azt a szeretetet akarja kompenzálni, amit soha nem kapott meg a szeretteitől, a környezetéből. És sokszor sajnos az a probléma, hogy amikor mi mondjuk a pásztorlásban, vagy a mindennapi életben szembe találkozunk sorsokkal, prostitúcióval, prostitúcióból megtért emberekkel, vagy ilyen problémákkal küszködő emberekkel, vagy irigységgel megvert emberekkel, vagy agresszív, dükitöréses emberekkel, akkor a jéghegy csúcsát kezeljük, és azt mondjuk, enye-benye, ne legyél agresszív, feszítsd meg, enye-benye, ne legyél irigy, mert a 10 parancsolatban megvan írva, hogy ne legyél irigy. Amen, menj Isten hírével, vége van a pásztorlásnak. Na, ekkor van az, hogy na, sokat segítettünk. Mert nem csak azt a kérdést kell feltenni, hogy enye-benye irigy volt az az ember, meg prostituált lesz, meg szexuális függőségekkel küzdik, hanem azt is föl kell tenni, hogy miért küzdik, és miért nem bír ebből a gödörből soha kimászni, és miért vannak ezek az önbecsülési problémái, hogy soha nem bírja magát valami normális embernek elfogadni, és normális embernek venni. Azért, mert nagyon sokszor a mélyben ott vannak ezek a dolgok, hogy nem kaptad meg, vagy valakitől kaptál egy elutasítást, beleszaladtál egy elutasításba, és annak az volt az üzenete, hogy nem vagy értékes. Hogy nem vagy egy szerethető ember, és utána egy ilyen embernek megmagyarázni, hogy az Isten szeret. Komolyan mondom, pásztorként mondom, a pásztori tapasztalataimból néha az jutott eszembe, hogy könnyebb egy halottat föltámasztani, mint egy olyan embernek elmagyarázni, hogy értsd meg, hogy szerethető ember vagy, akit kidobtak. Volt egy konkrét, mai napig zajlik már egy 30 éves szappanopera és pásztorlási történet, de egy picit már haladtunk, hogy van egy testvér, az egyik testvérnő az egyik gyülekezetemben, így most név nélkül nem beszélek ki senkit, meg nem titok, mert a tanúság az, van tanúsága, és néha, amikor beszéltem így az atyáról, hogy az Isten atya, és az atyának a szeretetéről, akkor mindig éreztem, hogy behúzza a kéziféket, és egy nagyon nagy falba szaladtam bele a prédikációmba, és rendkívül frusztrált engem, és az egyik prédikációm után oda settenkedtem ez a testvérnőhöz, és mondom, figyelj, ne haragudj, megbántottalak? Vagy miért van ez, hogy amikor beszélek arról, hogy az Isten szeret téged, és a mennyei atyád az Isten, akkor olyan csúnyán nézel rám, mint ha megbántottalak volna. Valami rosszat mondtam neked? És akkor elsírta magát, és mondta, hogy nem bántottam meg, csak ő nem tudja elhinni azt. Ő egyszerűen ezt az egy bibliai igazságot nem bírja befogadni, hogy őt lehet emberileg szeretni. És mondta, miért nem tudod ezt elfogadni? És akkor elmesélte a gyermekkorát, hogy amikor kislány volt, az anyukájának sokszor lett nagy pocakja, és akkor mindig azt mondták, hogy vízibeteg az anyukája, de valami csodával, határos módon egyik napról a másikra mindig meggyógyult, és eltűnt a pocakja, és megszűnt neki a vízibetegsége. És akkor ez így ment, éveken át ő cseperedett föl, hogy anyukája vízibeteg lett, nagy hasa lett, aztán másnapra meggyógyult, megszűnt a vízibetegsége, és az egyik nap, amikor az anyukájának pont megszűnt a vízibetegsége, mert előző nap még vízibetegség miatt nagy volt a hasa, kiment a hátsó kertbe, ahol szőlőtőkék voltak, és a szőlőtőkék között a homokból kinyúlt egy picike kéz, de csak a kéznek a feje látszott ki a homokból, de még mozgott. És akkor értette meg, hogy az anyukája miért volt vízibeteg, hogy elmentek a gyerekek, és mindet megölte,
És utána, amikor ő megtért, nem is tudott megházasodni, már gyakorlatilag egy csinos hölgy megidősödött a gyülekezetben, mert nem tudott megházasodni, mert nem tudta elfogadni, hogy őt a házasságban valaki szereti, de a prédikációban sem tudja elfogadni, hogy az Isten őt szereti, vagy ő szerethető lény, mert azt mondta, hogy ha az emberi élet ilyen hentes áru ennyit ér, hogy ott van és kivágom a kukába, és elásom a kertbe, akkor hogy lehet őt szeretni, aki pont véletlen valamiképpen életbe maradt. Csak az elmúlt egy hónapban, nem szoktam állandóan a hírportálokat olvasni, csak az elmúlt egy hónapban a internetes hírportálokon három olyan hírt olvastam, amikor találtak Magyarországon kórházak előtti inkubátorban kirakott kisbabákat, kettőt. A harmadikért már nem vették a fáradtságot, hogy elvigyék az inkubátorig, mert a lány, aki megszülte, átdobta a kerítésen a szomszédba a gyereket, aki meg is halt. Na most, ha ilyenbe beleszalad valaki, vagy nem ilyenbe, hanem mondjuk ennél enyhébb dologba, annak megmagyarázni a pulpitusról, hogy te érsz valamit, hogy téged az Isten tud szeretni, adoptál, örökbefogadott, ha az apád anyád kivágott a kukába is, de az Isten örökbefogadott téged, és szeret, és egy másik ember is képes téged szeretni, vagy legalábbis megpróbálja. Kedves barátom, én néha úgy voltam ezzel, hogy nem tudtam még halottat föltámasztani, igaz, nem is próbáltam, de lehet, hogy könnyebb lenne föltámasztani egy halottat, mint egy ilyen embernek áttörni ezt a falat a szívéig, hogy meggyógyuljon a szíve, és megértse azt, hogy nem egy utolsó senkiházi, értéktelen, hitvány ember, hanem értékes ember. És sokszor a felszínen csak mit látunk? Látunk egy teszetosza embert, aki állandóan bizonytalan magába, aki semmit nem bír végigcsinálni, identitási zavara van, önértékelési zavara van, vagy szexfüggőségből beleszorult a kútba, ahogy mondja a Salamon, és nem bír kijönni, prostitúcióba keveredik, meg ilyenek, és akkor leírjuk és elítéljük, ne paráználkodj, ne törj házasságot. Most ezt nem cinikusan mondom, mert tényleg ne törjél. De nem lehet mindig ennyivel elintézni, hogy ne legyél irigy, meg ne kívánd a fele barátodnak ezét, azét, amazát, meg stb. Mert sokszor a probléma a szívben van. Ott van, hogy nem szerettek valakit, kivágtak a kukába, állandóan elutasítottak, akárhogy pedálozott. És amikor a Jákob családjának a életét megnézzük, és látjuk ezt a borzasztó sorsdrámát, a prostitúciótól kezdve, a vérfertőzésen keresztül, a népirtásig, meg a nemi erőszakig, meg a tudom én is én micsodáig, ami végigment, mint egy úthenger ennek a családnak a sorsán, akkor ezeknek a gyökér problémája, ami ezt kiváltotta, hogy ott volt a házasságban egy asszony, aki 6 gyereket szült a férjének, és nem szerette a férje. Illetve az utolsó utáni pillanatban megszerette, mert erről is szeretnék beszélni, de ez alsó hangon 20, de inkább 30 évig tartott, mert ki lehet számolni, hogy 1 gyerek 1 év. Tehát ezek a gyerekek nem párhuzamosan születtek, az Izsakár meg a Zebulon, hanem egyik a másik után szünetekkel. És hogyha ezeket a szüneteket összeadjuk, meg végignézzük az egész sorsát, pályáját, akkor kiderül, hogy bizony a Lea házas volt a Jákobbal, és alsó hangon 20 és 30 év között van a legkorábbi dátum, amikor a férje átköltözött a Ráhelnek a sátrából őhozzá, és először megtapasztalta idősen, hogy szereti a Jákob. Még ezt fel szeretném olvasni, ha megengeditek, a következő fejezetben van, a 30. fejezetben. Ez egy rövidebb szakasz, a 15. verszaktól elég felolvasni a 21-ig. Tehát megszületett a szolgálóktól további 4 gyerek, tehát már volt Jákobnak 8 gyereke, de továbbra is a Ráhelnek a sátrában lakott, a Leát megvetette, nem ment be házas életet élni a sátrába, és hát ki is fejezte, hogy nem szereti. És akkor a 15. verszaktól folytatom. Az pedig mondta neki, talán keveselled, mármint az előzmény az, hogy találta Ruben mandragóra bogyót a mezőn, hazavitte az anyjának, a Leának, és meglátta a Ráhel, és mondta, hogy ad nekem
a mandragóra bogyót, amit a fiat talált. És innen olvasom a 15. verszaktól. Az pedig mondta neki, talán keveselled, hogy elvetted tőlem az én férjemet? Tehát így éltek. Tehát mi csak azt látjuk, hogy a Jákobtól származik a zsidóság, meg minden. De hát ott egy ember van, ott egy család van, ott voltak hétköznapok. És így éltek. Talán keveselled, hogy elvetted tőlem az én férjemet? És a fiam mandragóra bogyóit is elvennéd tőlem? És mondta Ráhel. Tehát nem lelkizet, levitte üzleti alapokra az egész kérdést. Azt mondja, oké, hájon veled hát az éjjel a te fiad mandragóra bogyóhír. Hát ő leoszthatta, hogy átmenjen a Lea sátrába, mert nála lakott. Az oké, kivételesen pár év után egy éjszakát akkor veled töltett. Jól van, menjen oda, a fiad mandragóra bogyóhír. Mikor Jákob este a mezőről jött, elébe ment Lea, még oda is kellett neki menni, hogy nehogy valami baleset legyen, tehát tényleg az ő sátrába kössön ki, és mondta, én hozzám jöjj be, mert megvettelek a fiam mandragóra bogyóiért, és nála hált azon éjszaka. És meghallgatta Isten Leát, mert fogadott az ő méhében, és szült Jákobnak 5. fiat. Tehát a Lea olyan termékeny volt, meg olyan áldott volt, hogy csak ránézett a Jákob, és már teherbe esett. Tehát elég volt egy éjszaka, és azonnal teherbe esett, és szült Jákobnak 5. fiat. És figyeljetek a névadásra, hogy fejlődik a névadáson keresztül a kapcsolat. Azt mondja, és mondta Lea, megadta az Isten a jutalmamat, amiért szolgálómat férjemnek adtam, azért nevezte nevét Izsakárnak. És ismét fogadott az ő méhébe Lea, rögtön ezután, és szült 6. fiat Jákobnak, és mondta Lea, megajándékozott az Isten engem jó ajándékkal, most már velem lakik az én férjem, most már velem lakik az én férjem, mert 6 fiat szültem neki, és nevezte nevét Zebulonnak. Annak utána szült lányt, és nevezte nevét Dinának. Tehát a Zebulon volt a 10. gyerek. Ebből a 10-ből 6-ot a Lea szült. És amikor megszülte a saját 6. gyerekét, a Zebulont, aki egyúttal a Jákobnak összesen már a 10. gyereke volt, na ez sok-sok év után történt, sok-sok évtized házas élet után, vagy házasság után történt, és akkor mondja a Lea, hogy most már velem lakik az én férjem, mert 6 fiat szültem neki, és nevezte nevét Zebulonnak. Micsoda dráma ez, és kívülről nézve milyen szánalmas élethelyzet ez, hogy valakinek így meg kell alászkodni, hogy a férje bemenjen hozzá, úgymond meg kellett vásárolni, hogy a férje házas életet éljen vele, és tudjon neki szülni még 2 gyereket. Nem akarom ezt tovább szaporítani, mert szerintem megértettétek, hogy a gyerekek névadásán keresztül le lehet zongorázni egy családnak a belső problémáját, és az a belső probléma az volt, hogy van egy apa, az is egy másik prédikáció lenne, hogy miért került ilyen helyzetbe, de ez nem a mai üzenet. Van egy apa, aki a Leát nem szerette, és 10 gyerekét nem szerette. És a Jákob a Józsefet a szeretetével kitüntette, és ebben összetört körülötte mindenkinek a szíve. És összetört mindenkinek a lelke, és ezek az emberek megsérültek a Jákobnak a családjában, és a Jákob életének a felszínen lévő drámáit, a nemi erőszakot, a tömeggyilkosságot, az agresszivitást, mindezeket vissza kell vezetni a szeretetlenségre, az elutasításra, az elvetésre, és nem maguktól lettek ilyenek. Nem kisebbíteni akarom a prédikációmban Józsefnek az érdemeit, aki a messiásnak az előképe, csak azt akarom mondani, hogy nem lehet egy tolvonással elintézni a Júdát, a Rubent, a Naftalit, a Zebulont, a Gádot, az Ásert, hogy ezek az irigy gonoszok, elnye-benye miért voltak irigyek és gonoszok. Azért voltak ilyenek, azért lettek ilyenek, mert egész életükben ott több mint 10 azon pedáloztak, hogy a Jákob egyszer megdicsérje őket, hogy fiam, örülök, hogy 5-öst hoztál haza a történelemből. Megdicsérje a Leát, hogy na milyen csinos vagy ma, milyen szép a frizurád. Mert nem könnyű úgy élni
éveken és évtizedeken keresztül, hogy azért vagy benne a házasságban, mert tudod, hogy szövetség. A szövetség az egy kályha, cserépkályha, szép zöld cserépkályha. De a tűz, ami benne van, az a szerelem. És a kettő nem zárja ki kölcsönösen egymást. Nem szeretem, amikor a keresztények úgy hangsúlyozzák túl a házasságnak a szövetség oldalát, mint hogyha nem lenne annak is fontossága, hogy szerelmes legyél a társadba, és építsed a tüzet, és fejleszed a tüzet, és a romantikát. Mert az se lehet, hogy a tüzet a kályhából kirakod a nappali közelébe, közepébe, mert fölgyújtod a házadat. Mert ezt is mondja a Salamon, hogy felgyújtod magadat, ha nem a tűz, nem a kályhába van. A házasságtöréssel magadra gyújtod a házat. A paráznasággal, illegális, szexuális kapcsolattal fölgyújtod magadra a házat, mert a tűz a nappalinak a közepén van, a perzsaszőnyegen. A tüzet be kell rakni a kályhába. De az se jó, ha a kályha 10-20-30 éven át üres. És van egy szép cserépkályhád, de mindig üres. Abba a tüzet is kell rakni. A cserépkályha az a szövetség. A benne lévő tűz az pedig a szerelem, a szeretet, a megbecsülés, az az érzés, amikor a másikat megöleled, megdicséred és kifejezed neki, hogy számítasz nekem, hogy értékes vagy, köszönöm, hogy ennyi éven át küzdesz velem, értékelem, hogy éveken át itt mosod szó nélkül a büdös zoknimat, megfőzöd az ebédemet, itt vagy láthatatlan kézként velem, én értékellek, becsüllek és szeretlek. Nem könnyű úgy élni, hogy ott vagy és összeszorítod a fogadat, hogy szövetség, 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 meg van írva, hogy szövetség. De nincsen tűz, egy jó szót nem kapsz, egy megbecsülést nem kapsz, a szeretetnek semmilyen kifejezését nem kapod. Barátom, ember nincs a földön, aki ebben nem sérül meg. Ember nincs a földön, akinek ebbe a szíve, a lelke nem törik meg. És ezért leszünk vademberek. Nem magunktól leszünk vademberek, hanem ezért leszünk vademberek. És mivel az időnk rohan, szeretnék ugrani a történetnek egy későbbi évére, az életpályának egy későbbi évére, amikor a 10 testvér fölkereste Józsefet Egyiptomban, amikor József már magas pozícióban volt. Több olyan évtized után, amikor kölcsönösen jól belerúgtak egymásba, kölcsönösen jól elárulgatták egymást, mert azért vice versa, a 10 gyerek elárulta a Józsefet, de azért József is belerúgott a 10-be, azért egyezzünk meg. Tehát ha elolvasod a történetet, akkor oda-vissza ment az adok-kapok rendesen, és akkor egyszer csak évek múltán a 10 testvér oda ment Egyiptomba a József elé. És itt csúcsosodik ki a történet, és itt szeretnék arra röviden rákanyarodni, hogy mik azok a fontos dolgok, amik segítenek, hogy olyan vademberségünknek azokat a megnyilvánulásait lebírjuk magunkról szépen lassan metszeni, amik mélyebbről jönnek. És ilyen elutasításból és szeretetlenségekből jönnek. Ez azt hiszem az 50. fejezetben van, az 1 Mózes 50. fejezetben. És a 15. verszaktól olvasnám föl a történetnek a végét, a 21-ig. Amint látták József bátyai, hogy az ő apjuk meghalt, ezt mondták, hát ha gyűlölni fog minket József, és visszaadja nekünk mindazt a gonoszt, amit rajta elkövettünk. Tehát az nem volt kérdés, hogy tényleg gonoszságot követtek el oda-vissza. Nem ez a kérdés, hanem hogy miért. Üzenetet küldtek azért Józsefhez mondván, a te atyád megparancsolta nekünk az ő holta előtt mondván, így szóljatok Józsefhez, kérünk téged, bocsásd meg a te atyád fiainak vétkét és bűnüket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azért bocsásd meg azoknak a vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják, József pedig sírt, amikor ezt mondták neki. Járultak pedig ő hozzá, az ő testvérei is, és leborultak előtte, és mondták, íme mi a te szolgáid vagyunk. József pedig mondta, ne féljetek, avagy Isten gyanánt vagyok-e én.
Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Most annak okáért ne féljetek, eltartalak titeket, s a ti gyermekeiteket. És megvigasztalta őket, és a szívükre beszélt. Amen. Tehát ez a családi dráma, amely annyi sok fájdalmat okozott Jákobnak, hogy a halála előtt egy megtört ember lett, ez itt csúcsosodik ki. Még egy dolog jut eszembe, hogy amikor a Józsefet bedobták a testvérei a kútba, akkor nem csak, tehát az elutasításuk nem csak a József irányába nyilvánult meg, hanem azzal, hogy az apjuk előtt eltitkolták, hogy a József él, és az apjukat majdnem a haláláig abban a hiszemben tartották, hogy a Józsefet szétmarcangolta egy vadállat, azzal az apjukon is bosszút álltak. Mert látták azt, hogy az apjuknak a bánat majdnem széttépi az eszét, mert így beszélt a Jákob, hogy én is akarok a fiam után menni. Mert nem bírta elviselni a fájdalmat, hogy a Józsefet holtnak hitte. Tehát gyakorlatilag ezek a fiúk olyan szinten voltak megsérülve, és olyan szinten berágtak, hogy így mondjam, hogy bosszút álltak a Józsefen is, akit az apja kitüntetett módon elfogadott velük szemben, de bosszút álltak a Jákobon is, mert a Jákobot meg abban a hiszemben tartották, pedig egy mondattal megmondhatták volna és felszabadíthatták volna, évtizedeken át abban a hiszemben tartották, hogy a József halott. Kikészítettek mindenkit. És ez a történet itt csúcsosodik ki, és végül ott odafut ki ez a történet, ami a kölcsönös elengedésről és a kölcsönös megbocsátásról szól, és a szeretetnek a kinyilvánításáról szól, ami el tudja indítani azt a mélyben, azt a szívbeli gyógyulást, ami aztán kisugárzik a felszínen a sorsunkra, és bele tud nyúlni a sorsunkba, és olyan területeken is képes megváltoztatni, ahol amúgy magunktól nem tudunk megváltozni. És erről szeretnék még a hátralevő percekben röviden beszélni, hogy mit mond a Biblia, hogy hogyan lehet kijönni olyan problémákból, amiknek a gyökere, a mélye, egy elhagyás, egy elvetés, egy megtagadás, akár egy válásból fakadó megtagadás, vagy bármilyen olyan elutasítás, aminek az az üzenete, hogy nem vagy szerethető, és nem vagy értékes. Mert lehetetlenség ezeken sérülés nélkül átlépni. És hogyan lehet a problémákat a gyökerénél is gyógyítani, nem csak úgy, hogy a felszínen harcolunk a tünetek és a problémák ellen. Ennek az egésznek két oldala van. Az egyik az tőlünk független, azt megcsinálta Jézus Krisztus. De tudatosítani kell, és beszélni kell róla, hogy Jézus Krisztus megcsinálta. És megteremtette a jogi alapját annak, hogy mi meggyógyuljunk ilyen problémákból. Ez egy tőlünk független, objektív rész. Utána van egy szubjektív rész, ami rajtunk múlik, amit a Sándor is fölfigyeltem rá a könyvek reklámozásánál egyébként. Nem tudom, miért választottátok ezeket a könyveket, de a könyvek ajánlásán keresztül elmondtad az egész prédikációmat tulajdonképpen. De a könyvek ajánlásánál mondtál egy olyan mondatot, hogy nekünk is tennünk kell érte valamit. És így van. Az egy dolog, hogy Jézus Krisztus kifizette az árát annak, hogy ebből merítve ezeket a problémákat kikezeljük, kihordjuk, kikúráljuk, de nagyon sok múlik azon, hogy mi ehhez az engesztelő áldozathoz, amit Jézus megcsinált, hogyan viszonyulunk, tehát nekünk is csinálni kell valamit. A mi részünkről is megkíván a Biblia egy közeledést, egy mentalitást a Jézus Krisztus engesztelő áldozata felé. És ezt szeretném néhány mondatban, néhány pontban felsorolni. Hadd mondjam ki azt a mindannyiunk által jól ismert alaptényt és alapigazságot, amin az egész nyugszik, ez egy objektív, tőlünk független igazság, amikor Pál apostol, nem kell kikeresni, de ismeritek, az 1 Korintus 15-ben
a 33. negyedik verszakban azt mondja, hogy az evangéliumnak a szikár ténye, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemettetett, és harmadnapon föltámadt az írások szerint. Tehát ez nem valami szubjektív dolog volt, hanem az írások szerint. Ez egy objektív tény, hogy az egész életünk, amin állunk a mai Isten tiszteleten, hogy itt vagyunk, barátaim, az az, hogy Jézus meghalt, eltemették és föltámadt. Ez megtörtént. Ez egy objektív tény. Jézus Krisztus meghalt, ami bűneinkért, eltemették és föltámadott. Ezen nyugszik az, hogy kibírunk a gödörből mászni, ugyanis Jézus Krisztusnak ez a hatalmas, engesztelő áldozata, hogy meghalt értünk, eltemették és föltámadott a halálból értünk, ez magában foglalta az elutasításból, az elvetésből, a megtagadásból, az ilyen lesajnálásból származó összes problémát is, hogy ezekből is megváltott bennünket. Egyszerűen azért, két igét szeretnék idézni, egyszerűen azért, mert egyfelől azt mondja Ézsaiás próféta, a híres messiási proféciájában, az Ézsaiás 53-ban, Ézsaiás 53. harmadik verszakban, hogy a messiás emberektől elhagyatott volt a kereszten. Emberektől elhagyatott. Tudjátok, ez a híres rész, most nem akarom felolvasni, amikor felsorolja előre Ézsaiás, hogy a fájdalmaink férfia magára veszi a fájdalmainkat, a betegségeinket, a sebeibe gyógyultunk meg, stb. És ott van egy iciri-piciri mondat. De megkockáztatom, hogy az az iciri-piciri mondat az egész projektnek a lényege, a szíve, az epicentruma, mert az egész megváltásunk, a pokolból való megváltásunk, a kárhozatból való megváltásunk, a bűneinkből, átkainkból való megváltásunk abban a mondatban koncentrálódott, hogy Jézus el volt utasítva. Az elutasítása az egésznek a megragadó lényege, el volt utasítva. Emberektől elhagyatott volt a kereszten. És utána, ha most volt a húsvét, biztos felolvastuk mindannyian ezeket az igéket valamilyen körülmények között, amikor a keresztfán függő Jézus Krisztusról meg van írva, hogy ugye 6 órakor zsidó időszámítás szerint, ami időszámításunk szerint déli 12 óra, besötétedett az ég a keresztre feszítés helyszínén legalábbis, de lehet, hogy az egész földön, ez értelmezés kérdése, besötétedett, és ott függött Jézus a kereszten 3 óráig, és mielőtt kilehelte volna a szellemét, azt a mondatot mondta a kereszten, hogy éli, éli, lámá, sabaktáni, én Istenem, miért hagytál el engem? Miért ez volt az utolsó mondata, mielőtt kilehelte a szellemét? Mert ebben van belesűrítve az egész megváltás lényege, hogyha bármi miatt kidobnak, bűnök, átkok miatt kidobnak, belédrúgnak, elutasítanak, akkor Jézus Krisztusnál elutasította az ember, nem hordott a hátán a föld bolygó. Mert Jézus Krisztust az emberek is elhagyták, előtte pár nappal mindegy celebnek hozsannáztak, hogy hozsanna a Dávid fiának, pálmaágakat lengettek neki, ruhákat terítettek le elé, mindegy celebnek, és ugyanazok az emberek nem sokkal később azt mondták, hogy ne a Barabást szabadítsd ki, ne a Jézust szabadítsd ki, hanem a Barabást, a Jézust feszítsd meg. És elhagyták. Elhagyták az emberek részvétlenül, és az Isten, az Atya is átmenetileg elfordította az arcát róla, és ott a kereszten Jézus Krisztus olyan egyedül volt, mint a kis ujjam. És borzasztó egyedül lenni, borzasztó a magány. Borzasztó az, amikor egyedül vagy, és magányos vagy, és nem szeretnek, és nem érzed, hogy szeretnek. És ezt Jézus Krisztus átélte. És azért volt ez része annak a szikár ténynek, hogy meghalt érted, eltemették és föltámadott a halálból, hogy az elvetettségből, a magányból, az elutasításból, a lekezelésből megmentsen téged. Ez az objektív tőlünk, a mi pedálozásunktól független alapja annak, hogy az ilyen gödörből ki lehet kapaszkodni, kedves barátom. És van egy szubjektív része, ahogyan a Sándor is mondta, hogy ezért nekünk is tennünk kell, megkíván Isten részünkről egy viszonyulást. Egyszerűbben mondva, ezek a jogok nem automatikusan lépnek érvénybe,
hanem szükség van rád. És most figyelj, mert röviden felsorolom, hogy mi az, amit nekünk szubjektíve tennünk kell, hogy profitálni tudjunk a keresztnek, Jézus vérének abból az áldásából, hogy elvette a magányt, az elutasítást, az elhagyatottságot és a hasonló dolgokat. Az első az tulajdonképpen a mai prédikációm célja volt, hogy kapcsolja föl az Isten a villanyt a szívünkben, és megtaláljunk olyan problémákat, hogy megértsük, hogy bizonyos dolgokba azért szorultam bele, mert a szívemben és a lelkemben ezek a dolgok nincsenek kikezelve. Tehát sokszor a megvilágosodás, amikor az ember összekapcsol dolgokat, az félszabadulás. Mert amikor nem érted, hogy mitől szenvedsz, akkor nem tudsz se imádkozni, nem bírod megfogni az egészet, nem tudsz belőle kijönni. Ezért az első dolog, hogy kapcsolja föl a Szentlélek a villanyt a fejünkben, a szívünkben, hogy bizonyos problémákkal azért küszködök, mert valahol megsérültem, valahol belém rúgtak, és nem tudtam átlépni fölötte. Ez az első, és ha ez megvan, akkor a második dolog, hogy először ugye ilyenkor megsérülnek az embernek az érzelmei, tehát érzelmi területen is sokszor az ember megsérül, és ez megnyilvánul keserűségben, neheztelésben, gyűlöletérzésben valaki felé, bosszú érzésben, meg ilyenekben, de mentálisan is megsérül a világnézetünk, mert figyeljetek rám, a keserűség nem csak érzés, hanem világnézet. És nem lehet a keserűségből kijönni, ha az embernek a gondolkodás módjában a húzalokat nem dugják be máshova, mert a keserűségre mindig ráépül egy magyarázat, egy világnézet, és mindent egy más összefüggés rendszerbe magyarázol meg. Rád néz valaki valahogy, és az semmit nem gondolt, de te már konspirációt gyártottál, hogy nem szeret. És csináltál egy filozófiát. És nem csak az a probléma, hogy érzelmileg megsebesültél, hanem van egy világnézet, ami ráépül a keserűségre. Tehát ezért az embernek a világnézete is megsérül. És mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy amikor az ember oda akar menni Jézus véréhez és a Golgotai kereszthez, hogy profitáljon belőle, és megszabaduljon Jézus Krisztus által ezekből a problémákból, akkor nem akar engedelmeskedni a világnézetünk, a fejünk nem akar engedelmeskedni, a fejünkben van egy rossz rendszer, ami nem akar megváltozni, és ráadásul az érzéseink se akarnak meggyógyulni parancs szóra. Hiába parancsolom meg az érzésemnek, hogy ne legyél már Endre keserű, az érzésem visszaszól, köszi. Nem így működünk, hogy gomnyomásra nem vagyok keserű, meg gomnyomásra nem neheztelek, meg gomnyomásra ezeket az érzelmi dolgokat elengedem. Hát akkor mit lehet csinálni? Az első lépés az egy döntés, ami teljesen le kell választani az érzéseimről és a gondolataimról. És el kell döntenem, hogy meg akarom-e hozni ezt a döntést, ami picit a megtéréshez hasonló döntés, vagy pedig nem vagyok hajlandó ezt a döntést meghozni, mert csak ezután a döntés után szabadulnak föl az ember érzelmeiben és az elméjében olyan folyamatok, hogy meg tudjon gyógyulni. Ezért nézd meg, először meghozták a döntést Józsefnek a testvérei és József, hogy megbocsátunk, elengedünk, elengedjük, ami történt, elengedjük a múltat, és utána sírtak. Most nem kell sírni, nem abban mérjük a karizmatikusságot, hogy most itt megrikassuk egymást. Csak arra mondom, hogy az egy megnyilvánulás volt, mert elkezdtek gyógyulni az érzéseik. De csak azután tudott beindulni ez az érzelmi, meg mentális gyógyulás, hogy előtte hoztak egy döntést, ami nem volt könnyű, nem esett jól nekik. Mert mindenkiben leszaladt, hogy tapostál belém, hogy mentél rajtam végig. És ilyenkor nem szabad érzelmekből kiindulni, hanem döntést kell hozni, le kell választani ezt a döntést, hogy én meg akarok bocsátani, én akarok szeretni, én el akarom engedni ezt a múltat, és meghozom ezt a döntést, és lekapcsolódok az érzéseimről, mert azok betegek, és lekapcsolódok a világnézetemről, a fejemről, mert az a rendszer is beteg. Egy beteg rendszer van a világnézetemben, egy konspirációs összeesküvés elmélet, és nem szabad abból kiindulni. És ha az ember meghozza ezt a döntést, akkor utána indulnak be az érzelmi és a mentális gyógyulások. Ugye az az ige, amire gondoltam ezzel kapcsolatosan, a döntéssel kapcsolatosan, az, amikor
Jézus Krisztus a kereszten elszenvedte ezt a durva elutasítást, és nem azt mondta, hogy Istenem, szálljon le tűz ezekre az emberekre, hogy írmagjuk ne maradjon. Mert nézd meg, hogy ártatlan vagyok, és hogy bánnak velem. Bosszuld meg! Nem ezt mondta Jézus a kereszten, hanem azt mondta, hogy bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. És ezt kell leutánoznunk. Ez az első. Akkor is, ha az érzéseim lázonganak, és a fejem lázong, és tiltakozik, és bosszút akarok állni, el kell döntenem, ha bosszút állok, és ebben maradok, mindig a gödörbe maradok. Hozok egy döntést, ezt elengedem, és megbocsátok. Ahogyan József meg a testvérek kölcsönösen elengedték a panaszt. És ha megvan ez a döntés, ami nem érzelmi kérdés, és nem világnézeti kérdés, akkor utána jön a következő, hogy érzelmileg meg lehet gyógyulni, ennek a döntésnek az eredményeképpen felszívódnak az ember érzelmeibe olyan érintések az Istentől, olyan kegyelem, hogy elkezdi az ember a keserűséget, lázadást, gyűlöletet, neheztelést kivetni, és utána tud az érzelem meggyógyulni. És ha az érzelmi területen meggyógyultunk, akkor még befejezésképpen a fejünkben két dolognak meg kell gyógyulni. Ez talán a legnehezebb rész. Az egyik, hogy elfogadjuk, hogy Isten szeret. A másik meg, hogy magunkat is elfogadjuk. Még ezzel kapcsolatban két igét, és akkor ezzel befejezném, hogy az Efézusi Levél első fejezetében Pál apostol beszél az adoptálásnak a szelleméről, van ilyen kenet a Szentlélekben, az örökbefogadásnak a szelleme, az adoptálás szelleme, Efézus 1, harmadik verszaktól a hatodikig. Áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben és Krisztusban, aszerint, amint magának kiválasztott, miben minket ő benne, a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Előre elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad, Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben. Amen. Tehát egyrészt azt mondja Pál apostol, hogy Isten a világ teremtése előtt kiválasztott bennünket. Nem akarom ezt túlhangsúlyozni, mint a kálvinisták, de van kegyelemből való kiválasztás. És az, hogy te ma itt ülsz, és nem a tévét nézed, és itt vagyunk, ezt nem mi hoztuk létre, hanem Isten a világ teremtése előtt tudta és számolt veled. És a másik, amit mond Pál apostol, hogy előre elhatározta, hogy adoptál bennünket. Hogy minket a maga fiaivá fogad. Tehát, hogyha emberek elvetettek, rosszul bántak veled, nem szerettek, vagy most se szeretnek, vagy úgy érzed, hogy nem szeretnek, akkor szeretném, hogy tudd meg, hogy Isten örökbefogadott, adoptált, és a maga fiává fogadott téged, mert Jézus Krisztus ezt megszerezte a kereszten, amikor olyan egyedül volt, mint a kis ujjam. És nem vagy egy elvetett ember, hanem minimum Istentől egy elfogadott, szeretett ember vagy, és örök idők előtt Isten ezt eltervezte. És a másik dolog pedig, hogy amikor az embernek megsérül egy elutasításban a világképe, akkor nagyon nehezen tudja magát szerethetőnek látni, és ez is nagyon fontos, hogy a fejünkben rendet csináljunk, hogy nem csak Isten szeret bennünket és fogad el bennünket, hanem mi nekünk is szeretnünk kell saját magunkat, és el kell fogadni saját magunkat, mert a nagy parancsolatban nem csak azon menne, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, hanem saját magadat is szeressed. Magadat is szeressed. Fele barátodat is szeressed, de magadat is szeressed. És mondod azt, hogy de hát én nem vagyok szerethető. Hát akkor mutatok neked befejezésképpen egy igét. A 2. Korintusi Levél 5-ből, a 17.-18. verszakot, amely az új
teremtésről, a dolgok újjáválásáról szól. Azért, ha valaki a Krisztusban van, és mi a Krisztusban vagyunk, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden, mindez pedig Istentől van, aki minket magával kibékített, a Jézus Krisztus által, és nekünk adta a kibékítésnek a szolgálatát. Ámen. Most ebből az új teremtést szerettem volna kihangsúlyozni, hogy ha meghoztuk azt a döntést, hogy megbocsátunk annak, aki ártott nekünk, és elindul egy érzelmi, meg egy mentális gyógyulás, tehát felszabadulunk arra, hogy kegyelem által meggyógyuljunk a szívünkben és a lelkünkben, akkor oda is el kell jutni, hogy magadat ne olyan emberként lássad, ahogyan egy elutasító személy, egy bántalmazó személy téged láttatott, hanem megváltoztassad a gondolkodásmódodat, hogy új teremtés vagy, és fogadd el magadat, és szeressed magadat is. Mert ha az Isten nem degradált le, hanem ő maga adoptált és szeret téged, akkor te miért nem szereted saját magadat? Ezek olyan belső folyamatok, amiket a Szentlélek kimunkál, néha kell emberi segítség, rásegítés, de az Isten ki tud munkálni bennünk, de az első lépés egy érzelmektől, és ami felfogásunktól leválasztott elhatározás, amit József és a testvérei meghoztak, és utána, amikor meghozták ezt a döntést, hogy megbocsátottak egymásnak, hogy egymást ellökték, eltaszították, utána elkezdett az érzelmük is meggyógyulni, meg a fölfogásuk is meggyógyulni. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani nektek, nem tudom pontosan, hogy miért, az Isten tudja, de ez az ige vált bennem rémává, aktuálissá, hogy a Józsefnek, vagy a Jákobnak a történetében benne vannak ezek a tanulságok, hogy sokszor megvadulunk, megbolondulunk, mi sem értjük saját magunkat, olyan dolgokat csinálunk, amiket szégyellünk, és nem értjük, hogy miért ragadunk bele a kútba, és miért nem bírunk egyről a kettőre jutni, és miért nem tudunk önbecsülésbe helyreállni, miért becsüljük le magunkat, meg nézzük le magunkat. Sokszor emögött az van, ami a Jákob családjában, hogy Jákob sokáig a Leát nem szerette, de végül megszerette. És elindult a családnak a meggyógyulása, kölcsönös megbocsátások és szeretet által, és ha ez megtörténik, egy csomó mellék probléma, járulékos probléma meggyógyul és megszűnik az életünkben. Ezt kívánom, hogy mi is ebben előre, én is ebben előre lépjek, ti is mindannyian ebben előre lépjünk, mert Jézus Krisztus ezt a mintát adta a Golgotai kereszten. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, és fog folytatódni délután a konferencia Istvánnak, Gézának a szolgálatával, és akkor Sándor hogyan legyen tovább. Imával fejezzük be, mondjunk el egy közös imát befejezésképpen. Így szól ez az ima. Mennyei Atyám, a Jézus nevében jövök hozzád, és köszönöm neked, hogy te úgy szerettél engem, és úgy szeretted ezt a világot, hogy az egyszülött fiadat, Jézus Krisztust adtad, hogy aki hisz benne, el ne vesszem, hanem örök élete legyen. Én köszönöm neked, Istenem, hogy megmentettél engem a kárhozatból, és szeretsz engem. Köszönöm neked, hogy beírtad a nevem az örök életnek a könyvébe. Mennyei Atyám, én elnézést kérek, és bocsánatot kérek az Úr Jézus nevében, hogyha másnak az életébe belegázoltam, nem szerettem, nem tudtam szeretni, vagy kiközösítettem. És kérlek téged, hogy amikor én szenvedtem el ezt, és engem utasítottak el, és nem szerettek, akkor ebből is ki tudjak jönni. Kérlek, Istenem, hogy állítsd helyre az én életemet, kapcsolataimat,
önbecsülésemet, önértékelésemet, hogy el tudjam fogadni a te szeretetedet, hogy örök idők előtt kiválasztottál, a világ teremtése előtt kiválasztottál, előre eldöntötted, hogy a magad fiává fogadsz. Én ezt elfogadom, hogy szeretsz engem, hogy szerethető ember vagyok, és én magam is megbocsátok mindenkinek, aki elvetett, vagy elutasított engem, vagy megbántott engem. Én hozok egy döntést a Jézus nevében, hogy megbocsátok minden ilyen személynek, kivetek a lelkemből, a szívemből minden gyűlöletet, minden keserűséget és minden neheztelést, és gyógyíts meg engem, Uram, és taníts meg engem, Uram, hogy el tudjam fogadni a te szeretetedet, hogy Isten fiává fogadtál, hogy a saját fiaddá fogadtál, és segíts nekem, hogy magam is el tudjam fogadni, és szabadítsál meg minden önértékelési zavartól, és minden alkalmatlanságérzésből, és minden agresszióból, és minden olyan problémából, amit ez az elvetettség bennem létrehozott. A Jézus nevében ezeket a terheket átadom neked, és most a szívemet, a lelkemet, érzéseimet, elmémet megnyitom előtted, hogy munkálkodjál bennem, kedves Szent Szellem, az igehirdetés bolondságán keresztül. Dicsérlek, áldalak, magasztallak, Istenem, a Jézus nevében. Amen. Amen. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek, legyetek áldottak, és további nagyszerű konferenciát délután kívánunk.